Benne vannak a felsősök és az alsósok. Minden tanár nagyon kedves, és szinte mindenki ismer mindenkit. Nagyon szép a tornaterme, klasszok a játékok az udvaron. Iskola, és amikor még nem volt ez a járvány, akkor sokat mentünk kirándulni, színházba. Ott vannak a barátaim, és sokat vagyunk innen az udvaron, de sokat tanulunk. Amikor éppen nem tanulunk, olyankor lehetőségünk van szakkörökre járni, például többféle tánc, dráma, rajz, média, zeneiskola. Én például trombitálok és média szakkörre járok. Én drámára járok, a barátnőm rajzra, a többiek pedig táncra, kosárlabdára és focira. Lehet játszani, lehet focizni, kosarazni, mászókázni, csúsztázni és egyebek. Nekem a matematika a kedvenc tantárgyam azért, mert nagyon szeretek számolni, és Judit néni nagyon sok játékot belead. Nekem a magyar és a matek a kedvencem. A matek azért, mert nagyon okosak leszünk tőle, és nagyon sokáig majd el tudunk számolni miatta. A magyar meg azért szeretem, mert nagyon jó benne a feladat. Az ének meg a rajz a kedvenc tantárgyam, azért, mert nagyon-nagyon szeretek énekelni, és az rajz meg azért, mert nagyon-nagyon szépeket, meg nagyon sokat szoktam alkotni. Azért szeretem az összes tantárgyat, mert jók a tanárok. Van, én is szeretnék lenni. Én még nem tudom, de lehet, hogy cirkuszos, vagy divattervező, vagy bányás szeretnék lenni. Én, ha nagy leszek, állatmenhelyen szeretnék dolgozni, segíteni az állatoknak gazdára találni, és etetni, meg itatni őket. Néni leszek, kutyát tenyésztő akarok lenni. Én még nem tudom, hogy mi leszek, ha nagy leszek, de azt tudom, hogy olyan munkát fogok választani, amiben sok embernek tudok segíteni, és közben bejárom az egész világot. Az interneten tanulunk, egy hétre mindig feltöltik a házikat, tartani kell a határidőket, és te osztod be magadnak az időt, úgy, ahogy szeretnéd, mindig vissza kell küldeni a képeket. Én nagyon szeretek így tanulni, mert sokkal egyszerűbb, és azt csinálok itthon, ha kész a lecke, amit csak szeretnék. Mi már elég jól belerázottunk, de azért jó lenne újra iskolába járni. Én nagyon szeretek otthon tanulni, mert akkor be kell osztani az időmet, és én szeretem beosztani a dolgokat. Azért örülök a Skype-os óráknak, mert akkor láthatom az osztálytársaimat. Azért jó itthon a tanulás, sokat segítenek a testvéreim, a anyu és a ti. Az osztálytársaim, a suliban lévő barátaim és a tanárok. Petra, Hanna, Liri, Zsófi, Izanó. Azért, mert mindig jókat játszunk a tanítónénik, meg azért, mert mindig kedvesek. Gergő, Eliza és a Fruzsi. A legjobban a barátaim hiányoznak. Mindenki nagyon-nagyon hiányzik. Én igazából nem változtatnék semmit az iskolán, mert így szeretem, ahogy van, így tökéletes. Szeretem, ahogy van, de labdarúgó látnak sokkal jobban. Valaki jön, és hoz egy bizonyos állatot, és azt bemutatja, és meg is lehet majd simogatni. Én azt tettem meg az iskolában, hogy vágja szét az iskolát, és a közepében legyen egy vízesés. Szeretném, ha úgy maradna, ahogy most van. Hát persze. Azért lejárnám a mások meg is ezt az iskolát, mert nagyon-nagyon jól elmagyarázzák a tanárok, mit kell csinálni, és nagyon érthetően elmondják, hogy mi a feladat. Szürke hétköznapokban mindig van, ami az iskolában felvidít, akárha egy osztálytársam rámosolyog, vagy egy tanár jó dolgot mond nekem. Ajánlanám máső gyerekeknek is, azért, mert én is nagyon szeretek oda járni. Ajánlanám másnak is, mert nagyon kedvesek a tanítónénik, és gyorsan haladnak az órák, hogyha jók vagytok. Szinte mindig felújítanak valamit, sok a szabadidős program lehetősége, kedvesek a tanárok, és a zeneiskolája is ilyes. Én is szeretek ide járni. Garaisnak lenni jó. Ha lenne egy kívánságom, akkor az lenne, hogy senki ne betegedjen meg. Nehéz kérdés, mert nekem rendkívülileg van, ezért nem tudok dönteni. Én, hogyha lehetne, azt kívánnám, hogy rövidebbek legyenek az órák. Ifjúsági fúvózenekarral fölépjünk az iskolába. És nagyon sokat nevessünk. Akkor én repülni szeretnék tudni, mert még sose senki se tudott repülni, és sose senki se tud még repülni, akkor én meg akarom valósítani.
lefelé a lépcsőn mozgó lépcső legyen, lefelé meg egy nagy csúszda, ami nem nagyon kanyargós. Azt kívánnám, hogy semmilyen fiú ne csúfoljon azért, mert pici vagyok. Hogy jó is bejöhessen velem a tanórákra, mert úgyis mindenki ismeri, ott szokott állni a lépcsőn. Hogy vége legyen a koronavírusnak, és hogy megtalálják az iskola legyen olyan, mint egy csúgás. Sokáig leessegjenek, és ebbe az iskolába járhassak. Mindjárt vége az iskolának. Addig is jó kitartás, szeptemberben találkozunk. Maradjanak otthon, hogy tartsanak ki, és reméljük, hogy hamarosan találkozunk. Tartsanak ki, és tanuljanak sokat, mint az iskolában, és segítsenek a szüleiknek. Kitartás szeptemberig. Tudom, hogy az sok idő, de utána már nagyon-nagyon sokat együtt lehetünk. Én azt üzenem a galaisoknak, hogy maradjanak bent, és vigyázzanak magukra.